A terem ezúttal is zsúfolásig megtelt, hiszen a bálak kedvelői tudták, hogy jó hangulatból nem lesz hiány. A Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezete által szervezett hagyományos bált Erdély Lenke elnökasszony nyitotta meg. A farsang időszaka van, az idén a farsang időszaka igen rövidre sikeredett, úgyhogy nagyon kellett igyekezni, hogy ebben az időszakban tartsuk meg mi is a csárdásbált. Hát félig meddig hagyomány jellegű ez a mi bálunk, tehát nem éppen jelmezbálat rendezünk, mint amit farsang idejében szoktak, de mégiscsak valahogy kötődünk azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket az elődeink ránk hagytak. Másrészt pedig mindenféleképpen közösségépítő jelleggel szervezzük meg, ugyanúgy, mint az egyéb más rendezvényeinket, mint például a múlt héten megtartott városnapi ünnepségünket, vagy pedig majd a VMS bált júniusban, vagy a telepnapját a következő hónapokban. A farsang, a bálak az önfeledt szórakozás és kikapcsolódás ideje. Ez volt a legfontosabb célja az idei csárdásbálnak is. A komoly politikai programokon kívül, illetve a lakossági fórumokon kívül, illetve azok mellett én azt hiszem, hogy borzasztóan fontos az, hogy olyan alkalmakat is teremtsünk a polgároknak, a helyi lakosoknak, amikor hát egy kicsit közvetlenebbül, meg lazábban, egy kicsit szabadabban ismerkedhetünk, barátkozhatunk, és azt hiszem, hogy a csárdásbál egy kiváló alkalma ennek a barátkozásnak, meg az ő együttöltésének. Az ilyen rendezvényeken az emberek jól érzik magukat, elfelejtik a mindennapok gondjait, bánatait, és ez egy nagyon jó közösség összetartó rendezvény is, mivel hogy együtt táncolunk, együtt vigadozunk, együtt éneklünk, és hát én gondolom, hogy ezt nem kell elszalasztani, ha csak lehet, meg tudjuk szervezni, és hát örömmel fogadjuk az embereket, hogy érdeklődnek, és ilyen nagy számban jelen vannak ezen a rendezvényen. Az egybegyülteket a Kecskeméti Katona József Színház művészei Csombor Teréz és Pál Attila ismert musicalekkel, valamint operett részletekkel szórakoztatták. Először musicalt, a fiataloknak tetsző számokat adunk elő jobban, azt majd később megjön az operett, a mulatása. Magyar nótát most nem hoztunk, de mindent fajta műfajban az Attilával otthon vagyunk. Nyilván egy bálban az ember próbál igényesen, de azért odavaló, dinamikus, vidám dalokat keresni. A talpalávalót pedig az óbecsei Tripolszki együttes húzta. A bálak kedvelői kortól függetlenül hamar táncra perdültek. A jelenlévők tehát az idei 15. csárdásbálon is kiválóan érezték magukat. Tökéletes a hangulat, a két vendég énekes tökéletes hangulatot alakított itt nálunk. Azt hiszem, hogy egy lazításra, jókedvre való perdülésre gondolom, hogy nagyon szükségesek az ilyen rendezvények. És hát, hogy egy kicsit együtt legyünk mindannyian. Én először látogattam el a csárdásbálba, és én nagyon meg vagyok elégedve, nagyon jó a szervezés, nagyon finom ételeket és italokat kóstolhattunk. Fontosnak tartom az ilyen jellegű bálakat, mert nagyon jó érzés összejönni és magyarokkal együtt mutatni a magyar nótákra. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy a vendégek hajnalig ropták a táncot.